2018-ban is népszerű karácsonyi ajándék volt az utazási és a szállás utalvány. Tavaly a hazai turisztikai célpontok közül Hajdúszoboszló és Siófok volt a legnépszerűbb, a külföldiek közül pedig a klasszikus görögországi, bulgár, olasz és horvát nyaralásokat választották a leggyakrabban. Az előrejelzések szerint azonban idén egy új célpont is felkerül a palettára. Egy Magyarországnál háromszor nagyobb ország az Arab félsziget délkeleti pereméről. 2019-ben szerintem az elkövetkezendő időszakban, amit most így lehet látni, egy új destináció fog feljönni a palettára, amit még kevesen ismernek, ez Ománnak a fehér homokos tengerpartjai lesznek, úgyhogy reméljük ugyanúgy, ahogy Dubái lett a, a magyarok körében, Omán is hasonló népszerűségnek fog örvendeni, ez egy abszolút uh, új cél lesz, és bízunk benne, hogy egyben sikeres is lesz, hiszen akik uh, voltak Dubáiban, azok uh, elmondták, hogy csodaszépnek tartják. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzésekkel jönnek vissza, úgyhogy ebből kifolyólag bízunk abban, hogy Omán is ugyanilyen népszerű lesz az elkövetkezendő években. Ománban az időjárás nyáron rendkívül forró, ráadásul a tenger közelében a levegő páratartalma is magas. A hegyek általában esősebbek, mint a sűrűben lakott partiségság. Vannak évek, amikor teljesen elmarad a csapadék, máskor pedig a monszun is elérheti a partmenti városokat. Nyáron a sivatagos részeken nem ritka az 50 Celsius fok feletti hőmérséklet sem, így az ideutazóknak fel kell készíteni szervezetüket a forróságra. A magyarok utazási kedve azért még mindig a nyári szünetre, tehát az iskolai nyári szünetre tevődik, tehát a július-augusztus lesz az, ami abszolút teltházas, akár itt belföldön, akár ugye a külföldi utazások vonatkozásában, és azért még azt talán figyelembe lehet venni, hogy az előrejelzésekből azt látjuk, hogy az a török rivéra, ami eddig ugye a legközkedvebb volt ár az most egy kicsit ármagas szempontjából egy kicsit magasabb lesz, tehát biztos, hogy sokan lesznek azok, akik a török rivíra helyett más úti célt fognak az idén választani. Az előfoglalások már december elején elkezdődtek, hiszen sok helyen év végén be kellett osztani a következő évi szabadságokat. Ahogy az előző években, úgy idén is népszerű lesz a programturizmus. Sokan nem csak pihenni vágynak egy-egy nyaralás alkalmával, szeretnének élményeket is szerezni, ezért az idei utazás kiállításnak is erre utal az alcíme. Az aktív hétvége van szlogen értelmében február 21 és 24 között tájékozódhatnak az érdeklődők a 2019-es utazási trendekről.